Szavaztok, én Dezső Bencek, és elkezdtünk a legújabb videóm, az itt van velem Patrick. Patrick in the street. Igen, ez lesz az új, ez lesz az új hivatalos beköszön. Azt akartam mondani, in the house, nem a street. Mi van? Azt akartam mondani, Patrick in the house, nem in the street. Mai videó különleges lesz, ugyanis egy régi sorozatomnak a legújabb részét hozom vissza, ami nem más, mint a reakció videóknak az a fele, ahol zenékre reagálok, ugyanis az ötlött be a fejembe, mi van akkor, hogyha visszahozom a zenékre reagálást erre a csatornára, és a breakdown meg a nagyra, úgyhogy először reagálok arra, ami kijött, majd utána a nagy csatornán beszélgetek az előadóval arról, hogy hogy született meg a dal. A zenékre, maga a zenékre egyedül reagálsz? Nem, mert most itt ülsz mellettem. Miért most zenére fogunk reagálni? Most Spaknak a legújabb Phantom című klipjére fogunk reagálni. Az előző videót semmiképp sem hagyjátok ki, és jó szórakozást kívánunk nektek, reméljük, hogy tetszeni fog a klip és a videó. Kezdjük! 8 perc, 13 másodperc, ami azért mondjuk ki, hogy nem egy szokványos perc hossz. Mi erről hallottunk, hogy... Igen, erről hallottunk, mert ugye egy ügynökségnél vagyunk a Brunova és a Spakkal, és hallottunk róla, hogy lesz egy ilyen nagyobb projekt, ami hát költségvetésben sem volt apró, de remélem, hogy a breakdownban majd erről beszélünk, hogyha megszületik a breakdown. Final Productions nyilván a Bencék csinálták, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Eddig az elmúlt 2 vagy 3 évben az összes klipjüket a Bencék csinálták, és nagyon szép munkát ügyesek, végeznek, nagyon. Úgyhogy Bencét, Endrét és a csapatot, és Marcit innen puszíjuk. Puszi. Valaki fizesse már ki a beültetésemet, na lássuk. Igen, azt gondoltam, hogy a minőség az gyakorlatilag olyan lesz, mint egy filmbe. De azt kell mondjam, hogy csávó szemmel egyébként a Laci nagyon jó csávó lett. Mármint, hogy semmi olyan szándékom nincsen, csak hogy... Ez most ebből nem tudom jól kiszedni magam. Érted, hogy mit... Jó, igen, igen, indítsuk tovább. Mármint, hogy elmennék vele. Mi van? Viccelek nyilván. Akkor ugye jössz este? Nem, ne haragudj, nekem ma nem jó. Nem már, Léci, soha nem jössz sehova. Most, Léci, csak most az egyszer gyere el velem. Múltkor se jöttél. És most anyám is ott van. Remélem lesz valami színészkedés, benne fognak beszélgetni, nem csak elkezdődik a klip. Mármint, hogy a zene. Úgyhogy de jó a világosítás amúgy. Meg úgy minden. 8 perc, az nagyon hosszú. Ez a tiéd? És lesz. Állítottad befelé. Ó. Köszönj. Köszi. Elvett segítek. Oké. Okay. Zseni, kész is. Köszönöm. Te ez imádom. Semmi nem történt, és ez nagyon durva. Hallod, a ráz a hideg. Igen. Mit csinálsz itt a környéken? Itt lakom a szomszéd utcában. Érkezik meg a háttér az instru. Én még új vagyok itt, most költöztem ide. Viszont ma már a suliból áttöltél, és azt is, hogy néztél engem. Nem igaz, nem téged néztelek, fölötted volt az óra. Nem csinálunk valamit? Nem ismerik itt még senkit. De nem rossz a színészkedés. Tehát eljutottunk oda, hogy ha tesó, buli meg sajok nélkül, eljutottunk oda, hogy ez most kifejezetten jó. Igen. Nem érzem, mert itt a legnagyobb gond, amivel legtöbben beleesnek, a cringe. De itt most nem cringe. Nem, nem tudom, hogy volt-e olyan szempontból rendező, hogy nem a klippet rendezi, hanem a színészkedést, de ez nekem nagyon tetszik. Hát elég korán kellett rendben, úgyhogy... Te nem csinálsz soha semmit, mi? Jó, gyerünk. Mit ismerszük? Azt mondom, hogy te sarkban van egy jó kis hely. Te ez nagyon brutál. Úristen! Ez konkrétan egy film. Hú, de kíváncsi leszek, remélem a zene nem rontja el. Őszinte leszek, mint mindig. Nem fogja elrontani. Ez egy nagyon beteg zene lesz. Ez fixe. Ó, de jó volt ez a váltás. Nagyon tetszett. Ez nagyon durva volt ez a... Ez a transition, ez nagyon jó volt. Kirázta a hideg a Patrikot.
gyönyörű a színezés is, a fényjel, és egyszerűen képileg annyira jól néz ki, hogy összetört a virág, most nincs összetörve. Vagy újat raktak. Rakott. Úristen, de kíváncsi vagyok. Könyörgöm, legyen jó! Ne higgy a szemednek, csak egy fantom vagy, csak egy fantom vagy, fantom vagy. Olyan volt, mint egy filmből, egy színésznő, szerelmet valott szívből. Azt hitte én vagyok az, azt hitte ott leszett majd, de nekem tilos a tánc, ebből nem lehet románc. Úristen! Olyan volt, mint egy filmben, aki rémisztő, megint zajt hallott kintről. Azt hitte én... Azt tetszik az egészben a legjobban, de ezt meglátod, hogy ez tuti, hogy így van, hogy nyilván direkt van ilyen szépen beúsztatva, mert még igazából el se kezdődött a zene, tehát hogy ez még csak a bevezető az egésznek. Ja. Tehát olyan szép az átfedés a filmrészlet és a zeneklip között, hogy így észre sem veszed, tehát olyan, mint hogyha tényleg egy filmet néznél. Nem ilyen, mert általában ugye azt szokták csinálni, hogy direkt be van az elvágás. Tehát ugye Magyarországon azt szoktuk meg, ennek azért még nincsen egyáltalán divatja Magyarországon, de szerintem ez most nagyon be fog válni, hogy konkrétan egy sztorit mesélsz el azzal, hogy miről szól a zene és a klip. Ugyanúgy, ahogy a Justin Biebernek a Hold On klipja, ugye? Amikor a barátnője kórházban van, és pénzt lop azért, hogy megmentse, de már későre ér oda, hogyha jól emlékszem. Ott is egy sztorit mesélnek el, tehát ennek ilyen szempontból még nincsen ilyen trendje Magyarországon, hogy ilyen nagy volumenben mutatják be azt, hogy miről is szól a sztori, hanem általában van egy 30 másodperces előkis klip, igen, ezt szoktuk meg, és így elvágják, és onnan kezdődik egyből refrénnel általában a zene. Itt nagyon szépen át van úsztatva. Vagyok az, azt hitte, ott leszett majd, de nekem tilos a tánc, ebből nem lehet románc. Úgyhogy vigyázz, mit csinálsz, mert a hazugságból könnyen valóság lesz. Mondom, vigyázz, mit csinálsz, mert a hazugságból könnyen valóság lesz. Ne most higgy a szemednek, csak egy fantom vagyok, csak egy fantom hangom kísértéje. Azt a rohadt kirázott a hideg. Engem is nagyon. Ne! Fantom vagyok, csak egy fantom hangom kísértéje. Ez a lila szín. Úristen, de jó kezek ki, atya világ, de jól néz ki képileg. Tehát ez a klip, nem akarom sokszor megállítani, de ne haragudjatok, ez egy reakció videó, tehát hogy ez nem arról fogsz, hogy együtt meg, tehát olyan szempontból hallgatjuk meg. Itt tényleg megállítgatom és mindig elmondom a véleményem, mert ugye próbáltam azt is, hogy egybe végignézem az egészet, és akkor a végén mondom el, de hogy az úgy annyira nem működik, mert itt azért frissen kapjátok meg az impulzus, hogy miről beszélek meg, hogy reagálok rá. Annyi helyszín, tehát ez klipügyileg is, és zeneügyileg is, tehát a Spack ennyire azért még sose, hogy fogalmazzak, tehát ez annyira dinamikus, meg annyira... Ez azért már profi. Igen, tehát itt tényleg énekes vagy. Is, igen, a tényleg énekes, igen, vagy, igen, itt, igen, már, igen. Keresed el lila nap megjelenek, csak egy fantom, csak egy fantom. Amit látsz, amit érzel, de csak másra hisz, valóban nézett, ha annál iránta lesz. Negyven napja velem álmodik, s lassan nő is ráébred, ez már nem változik. Azt hitte én vagyok az, azt hitte ott leszek majd, de nekem tilos a tánc. Úgyhogy vigyázz, mit csinálsz, amit látsz, amit érzel, becsapás. Síri csendre, sül csepp nélkül, nem üres, olyan üres a lakás. Magyarázhatatlan érzés, egyre jobban félsz, és egyre több a kérdés. Úgyhogy vigyázz, mit csinálsz, mert a hazugságból könnyen valóság lesz. Mondom, vigyázz, mit csinálsz, mert a... Lesz tánc? Szerintem lesz tánc. Lesz. Most azt épél, figyeld, hát gondold el. Azért mondom, mert ott áll egy kosárpálya közepén, és nagyon úgy tűnik a mozdulatokból, hogy lesz tánc. Ráadásul, amikor a breakdown csináltuk az 1050 zenéjüknek, vagy talán az 1050-nek, akkor elmondták, hogy járnak tánctanárhoz, és ugye abba a klipbe, ami az aha-ahánál, ja, ott volt tánc, csak, igen, kevés. Úgyhogy szerintem itt lesz, és profib lesz. A hazugságból könnyen valóság lesz. Ne higgy a szemednek, csak egy... És ott van!
Hagyj már a p***ba! Tesó, ez nagyon durva! Ó, de jó volt a VFX. Ó, de jó volt a VFX. Ne higgy a szemednek, csak egy fantom vagyok, csak egy fantom. Azt a k***élet is van. Nálad alszom, engem látsz, ha becsukod a szemedet, az illatomat keresed. Ó, de jó, hogy így megy a fény, hanem nem totálba van. Ez a koncepció zseniális. Nagyon, tényleg ráz a hideg tőle. Azt a rohadt! Ez nagyon durván jó. Hallod? Az egész klip alatt a ribabőrös. Igen. Ne higgy a szemednek, csak egy fantom vagyok, csak egy fantom. A hangom kísértéje, ha nem nálad alszom. Engem is folyamat ráz a hideg. Egyszerűen zseniális. Ne higgy a szemednek, csak egy fantom vagyok, csak egy fantom. Azt a k***ba. Ha nem nálad alszom, engem látsz, ha becsukod a szemedet, az illatomat keresed, elillanok megjelenek, csak egy fantom. Vagy hány világosító van ott egyáltalán? Akkora szintugrás, és ezt nem azért mondom, mert most szerintem itt nyilvánvalóan látszik, hogy ez közel sem arról van szó, hogy ismerjük egymást a Spackkal. Ez annyira nagy szintugrás szerintem, ez... Meg minden tekintetben a zenében végre van gitár egyébként. Igen. A végén, végre egyébként úgy énekel. Eddig is nagyon jó volt, csak ez olyan mértékek, tehát olyan mértékekkel megugorja az előzőket, klipügyileg, maga a fantom, hogy ki van bontva ugye a cím, általában azért 20%-ra szokták kibontani, hogy ahogy elmesélik a sztorit, amiről szól a zene, és akkor a cím arról szól, de hogy igazából itt minden egyes dolognál annyira ki van bontva, annyira meg van magyarázva, annyira, tehát a lényeg, hogy meghallgatod és megnézed a 8 perc 13 másodpercet, és úgy állsz fel, hogy nincs kérdésed. Igen, és ez a lényeg megérte. Annál, hogyha vlogolsz, ez a lényeg annál, hogyha zenész vagy, mindenki a saját gondolatisága kép tudja egyébként a te zenédet, tartalmadat, bármindet értelmezni. Igen. Ez a lényeg. Meg hát hozzá is rakott, ugye most elkezdett járni táncolni, szóval, hogy így rak hozzá. Igen, tehát a lényeg, hogy előadóként látszik, hogy fejlődni akarsz, és fejlődsz hát is. Előadni akar, ja. Elképesztő. Nagyon zseni. Tehát ez... Na most a Brunon van a sor, hogy valami szintén egy szintugrást. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, hogyha a breakdown rész kijön, akkor az ott lesz a link a leírásban. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó. Csapassátok, pörgessétek szét a Fantomot, ott van a Bruno és a Spacknak a csatornáján, ott lesz a link a leírásban, és ezt gratulálunk, nagyon mert ez tehát, hogy nem tudok mit mondani. Tehát attól a ténytől kezdve, hogy ez egy 8 perces tartalom, amivel képzeld el, hogy sima a hajnal klippet, ami ugye együtt van a, mindjárt mondom mivel, a Palvinnal, ugye, azt mit tudom, hogy 2-3 napig forgatják. Itt hány helyszín volt, érted? Tehát, hogy ezt is majd megkérdezem nyilván, hogyha felvesszük a videót, hogy itt a 8 percet felvenni, ahogy ez be volt fényelve, persze nagy a stáb, de hogy így csak a villamosos jelenetek, ugye ott esti villamos is volt, meg napközbeni villamos is volt, elképesztő. Sok. Iskola jelenet, a házban jelenet, az utcákon jelenet, annyi helyszín van, annyi... Kosárpár. Nagyon durva. Tehát, hogyha valamelyik klip megérdemelni a 10 vagy a 20 milliót, akkor ez az. Ez fixem. Pörgessétek szanaszét, köszönjük, hogy velünk tartottatok, az előzőt pótoljátok be. Instára, TikTokra, nagy csatornára gyertek át, mert ott is pörögnek a dolgok, és találkozunk a következő videóban. Szevasztok! Sziasztok!